Hús Tamás 1992-ben az írországi Kóban kezdte azt a sorozatát, mely a Don't Worry, Think Melancholy című tárlat gerincét adja. Abban a varázslatos, tengerparti kisvárosban, ahol a Titanic utoljára kikötött, a rendelkezésre álló eszköztár szűkössége okán, Sósa fellelhető újságokra kezdett el dolgozni, mely folyamat aztán gyakorlatává vált, így jött létre a különféle helyszíneken az a több mint 10 éven át készített Newsnak nevezett sorozat, melyet ez a kiállítás bemutat. Napi hírek, események válnak kiemelődve fontossá, vagy tűnnek el a festék alatt. Ahogy ugye az eredeti mondat szól, hogy don't worry, be happy, azt nem tudod megszerezni, azt csak kaphatod. A boldogság, a szerelem, az valaki másnak az ajándéka, vagy azt a léttől kapod. A melankólia megszerezhető, hogyha figyelsz a saját létedre, figyelsz a saját sorsodra, ha a kormánylapáttal törölsz, akkor elérhető ez az állapot. Egyik pillanatra a másikra megláttam ebbe a sokféle műtárgyba ezt az egységet, amit aztán melankóliának neveztem el. És ennek az évek alatt kialakult egy nagyon szép rendszere. Az összes műtárgy belehelyezhető ebbe a melankólia, a melankóliának a rendszerébe. És persze ez csak egy műtárgy, ez nem a valóság. De ezen a rendszeren belül nagyon jól értelmezhetők, magyarázhatók a művek. Ez a hibája is. Műveket nem kell magyarázni. Az a sorozatot úgy hívom, hogy news, hogy hírek. És az egyikre az van ráírva valamiért, valamikor, hogy a melankólia a szeretet árnyéka. Ezt ott egyszer valahol egy frankfurti vagy egy new yorki éjszakai műszakban ezt írtam az újságra. És hosszú idő kellett magamnak is, különösen most, hogy válogattam a műveket, és elém került, hogy milyen szép. És tényleg mennyire, ugye ez a melankólia, a szeretet árnyéka, ez három szó. Az élet két nagy értéke, az egyik az, amikor valakiben elmerülhetsz, és mikor önmagadban elmerülhetsz. Nem tudom, hogy melyik a falsúlyosabb, de ez a kétféle igazi valóság van. A köztes többi az a rohanás időszaka, az, ami nem fontos az életből. És a melankólia területe, a szeretet árnyéka, amikor te lépsz be önmagadba. Mi ott, itt most nagyon jól érezzük együtt magunkat, de nem vagyunk egyek. Csak esetleg egy pillanatra. De ha behelyezed magad a melankólia állapotába, ha belépsz a szeretet árnyékába, akkor ezt a fajta egységélményt valamelyest megteremteted önmagadba. Csináltam tényleg a Ludwig Múzeumban, a Kiszer Múzeum, az Ersz Múzeumban, külföldön is nagyon nagy kiállításokat. Aztán rájöttem, hogy bizonyos értelemben a kisebb kiállítás sokkal érdekesebb. Egy kisebb koncepciót, egy kisebb gondolatot megcsinálni sokkal jobban átjön a néző számára, intimebb, személyesebb, és sokkal érdekesebb nekem, sokkal kisebb munka, nem zavarja meg olyan mértékben az alkotó folyamatot, és sokkal kedvesebb a léleknek, mint ezek az óriás monster kiállítások, ahol 50-100 művet kell kiállítani. Borzasztó nagy feladat. Egy Walter Benjamin nevű nagyszerű filozófus művészettörténész egy rendkívül érdekes eszmefuttatást tett a műtárgy aurájáról, az aura filozófiájáról. Azt állítja, hogy a műtárgy attól válik műtárgyá, hogy a művésznek a törődése, a művész jelenléte, a művész figyelme, a művész tudása, a festék minősége, a vászon karaktere, és ezeknek az együttese, és annak a pillanatnak, annak az időbeli helyzetnek a nagysága vagy kicsisége létrehozza a műtárgynak az auráját. És ezt az aurát a műtárgy viszi magával. És itt annyi maradt meg ezen az újság munkán, a Walter Benjaminnak a kis portréja, és annyi, hogy adé aura. Tehát, hogy már mostan itt ez nem érdekes. Ugye ez a fajta aura, ennek szinte vége van, popularizáltabb a világ, társadalmasiasodott a művészet, kicsit vidámpark jelleget öltött, vagy a népszórakoztatás részévé válik, vagy ma már egy kiállításon az a fontos, hogy hány százezren látták, és nem, hogy az a 10, aki megnézte, az látta-e.
tényleg, vagy csak ott volt.